A Horgosöszke határátkelő szerb oldalán sokan tömegre számítottak, ehhez képest néhány percig tart az átkelés. Tíz perc. 15. Max. Körülbelül 6 perc állunk itt a szerb oldalon. Viszont az, hogy mit számíthatunk a magyar oldalon, azt nem tudjuk. A magyar oldalon csak késő délután lehet számítani kisebb torlódásra az illetékesek szerint. U toku poslepodnevnih časova očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na ulazu u Republiku Srbiju, ali ne očekujemo neka duža zadržavanja. A többi határszakaszon is csak néhány autó várakozott. Az Ásotthalom-Királyhalom határátkelőnél nem volt tömeg a déli órákban, a délutáni, illetve az esti órákra sem várnak tömeget. Nagyobb sorra számítottunk, úgyhogy ez még most tűrhető. Szerintem olyan 5-10 perc körül van. A polisz.hu információi szerint a Bajmok Bácsalmás, a Kelebia Tompa, a Gyála-Tisza-sziget és a Béreg-Herceg-Szántó átkelőhelyeken sem várakoznak sokat az átkelésre az állami ünnep utolsó napján.